Nagy szeretettel köszöntelek benneteket, Bertalan László vagyok. Itt vagyok éppen ég és föld között, a Szarvasköi Vodafone toronyban. Itt vagyok a kilátóban. Próbálom mutatni nektek a tájat, ami szerintem csodálatos. Amennyire, amennyire látszik. Ami az érdekessége igazából ennek a kis rövid bejelentkezésnek, már maga az a tény, hogy itt vagyok a kilátóban. Tudottok-e, hogy két évvel ezelőtt, két évvel ezelőtt nekem még nagyon masszív tériszonyom volt. Olyan mértékű, hogy igazából fel tudtam jönni először félig utána teljesen a toronyba, de amikor arra került sor, hogy csináljunk egy közös felvételt, és mondjuk nekem kellett a fotót megcsinálni, akkor próbáltam a korlátot két kézzel átkarolni, és úgy megcsinálni a fényképeket. Tériszonyom volt, volt, hogyha felmentem az Egri várba, tériszonyom volt szinte mindenen egy kisebb kilátótól kezdve, mint ahogy felmentem a második emeletre. Hogyan múlt el? Egyszerűen hipnózissal. Tudjátok nagyon jó, hogy hipnotizőrként dolgozom, ides tova már két és fél éve. És két évvel, hát több mint két évvel ezelőtt volt az én hipnózisam, amikor engem hipnotizáltak. És hogyan változott meg azóta az életem? Hú, figyeljetek, döbbenetesen. Megváltozott az élethez való hozzáállásom, megváltozott az anyagi helyzethez való hozzáállásom. Kifizettem az összes adóságomat, helyrehoztam az életemet. Elértem azt, hogy olyan jellegű változások indultak el a jellememben, a munkához való hozzáállásomban, aminek az eredményeként szalomból kihoztam életem első 0 km-es autóját meg tudtam tanulni emberekkel jól kommunikálni, elég könnyen tudtam beszélni emberekkel addig is, főleg azokkal, akiket már bemutattak nekem. De vadidegenekkel, hogy egyáltalán megszólítsam őket, vagy így kamerába beszéljek, hát az egy, az egy elképzelhetetlen volt a, az én életemben annak idején. Emlékszem, amikor Egerbe költöztünk, a lányom még pici volt, és különböző ugye ilyen baba jártak is, ovis, illetve iskolás, iskolás osztálytársai szülinapi partikra, és amikor érte kellett menni, akkor a feleségemmel együtt mentünk, én vezettem a kocsit, én kimaradtam a kocsiba, akár fél órát is vártam ott egyedül, csak azért, hogy ne kelljen találkozni a többi szülővel. És ez a dolog is megváltozott. Megváltozott a feleségemhez, a gyerekemhez gyerekeimhez való viszonyom. Az egyik legnagyobb hipnózis sikerünk, hogy a fiam Áron megszületett, ugyanis sikerült feloldani bennem és a feleségemben azokat a gátakat, amik akadályozták sok-sok éven át, hogy, hogy, a, hogy a baba programot sikeresen végrehajtsuk. Javult a viszonyom a szüleimmel, főleg édesapámmal, hihetetlen volt a változás. Kinyílt előttem a világ, el tudtam utazni mind keletre, mind nyugatra, a több kontinensre jutottam el. Egyszerűen azért, mert egyre bátrabbá, egyre magabiztosabbá váltam. És olyan dolgokat csinálok, ami számomra hihetetlen lett volna még két-három évvel ezelőtt. Facebook marketinggel foglalkozok, többek között ez az egyik főbevételi forrásom. Én, aki még annak idején számítógépet sem tudtam bekapcsolni, és egy egyetemista ismerősöm volt az, aki megmutatta, hogyan kell a Facebookot egyáltalán nem is instalálni, hanem hogyan kell Facebook oldalt kreálni és létrehozni, és az életem egyszerűen döbbenetesen változott meg. Figyelj, azt mondom neked, hogy te is tapasztald meg a hipnózis csodáját, tapasztald meg azt az érzést, amit ez a, ez a változás okoz. És ú, figyelj, nagyon gyönyörű itt lenni. Én így a képernyőn próbálom visszanézni azt, hogy hogy mi a háttér, mert éppen velem szembesült a nap. Most uh, igyekszik lemenni, és, és úgy tudok itt állni fent, úgy tudok itt állni fent, hát egy kicsit jobban látszik, hogy... Uh, Figyelj, nem kell félnem, tudok mozogni, tudok sétálni, fenn egy, fenn egy kilátóban. Szóval, köszönöm szépen, hogy meghallgattatok, és további szép napot kívánok neked. Légy egészséges, boldog és sikeres! Sziasztok!